A múlt héten több a városi képviselő testület által jóváhagyott, hitelből finanszírozott beruházást adtak át városunkban. Az egyik ilyen az építők és Vézdoszla utca átkötése. A felújított, kiszélesített, 5,5 ,5 méter széles úttest új aszfaltborkolatának területe 511, a járda területe további 157 négyzetméter. Négy aszfaltburkolatú parkolóhely is létesült az új út mellett a közmű része az útszakasz esővízelvezetése, kanalizációja is. A beruházás ára 74.930 euró volt. A Hvészdoszla utcában 13 parkolóhely és egy mozgáskorlátozott járművezetők számára fenntartott hely létesült 21.250 euró értékben a Polgár utcában pedig 12 parkolóhelyet és egy mozgáskorlátozott járművezetők számára fenntartott helyet alakítottak ki. A munkálatok összköltsége 21.747 euró. A városvezetők az illetékes osztályvezetőkkel együtt újságíró kíséretében látogattak el a befejezés előtt álló fedett uszodába is. A testület által jóváhagyott 57 ezer eurós keretből megújult az uszoda tetőszigetelése, a szellőzőrendszer, az öltözők és a medence megvilágítása is. A Komora Szerviz igazgatóhelyettese Balázs Sándor elmondta, most a hivatalos engedélyek beszerzése következik, a higiéniára és az üzemeltetés biztonságára vonatkozólag, utána pedig november 3. hetében megindulhat az uszoda próba jellegű üzemeltetése.